Puzsér. Ez a musical világ, ez Keró világa. Ma este. Ez az a világ, ahol előkerül a válfa időről időre, és ahol beindul az erhangszó. Ismét bemutat. Ezek nem mi vagyunk, nekünk ehhez semmi közünk nincsen. A 10 legpusztítóbb magyar musical. Hát hogy merték ezt? És egy ember... Ez az érzésem van, hogy ez egy atombomba a jó ízlés ellen, hogy ez egy ilyen megzenésített, szeszélyes évszakok. Aki rendet tesz a fejekben. De rohadt kellemetlen volt ez, úristen. Értelmes jó estét kívánok! A történelem utáni ember már nem hajlandó cselekményre figyelni, jellemfejlődést követni, dialógusokban elmerülni. A történelem utáni ember csakis slágereket hajlandó hallgatni. Ha ezekkel el tudunk mesélni neki egy történetet, azt meghallgatja, de ennél több energiája és kulturális hozzáférése nincs. Ma este a 10 legpusztítóbb magyar musicalt nevezem meg Csizi Ágnes újságíró részvételével. Jó estét kívánok! Mitől jó egy musical? Ez nagyon-nagyon ritka eset, hogy egy musical jó. Néhány alkalmunk volt megfigyelni ezt, hogy mitől lehet jó egy musical. Azt gondolom, hogy az első számú feltétel az az, hogy a funkciótlan éneklés az ne idegenítsen el minket a cselekménytől. Tehát ne legyen az, hogy a cselekmény során, egy drámai cselekményhez vagyunk szokva, várunk egy monológot, és jön helyette egy dal. És azt érezzük, hogy mi van? Ugye, hogy kerülünk ide? Meg egyáltalán hogy képzelik ezt? Ugye a legtöbbször ez az élményünk van. Én összesen 4 olyan musicalt tudok említeni, ami szerintem valóban színvonalas, és valóban szegényebb lenne a kultúra, hogyha ezek nem készülnek el. A Hair, a Hegedűs a háztetőn, a Táncos a sötétben, a Björknek meg a Lars von Triernek az együttműködéséből, amire azt tudom mondani, hogy bár a musicalnek a sajátos jegyeit kevéssé hordozza, de hát éppen ezért, éppen azért, mert reflektál erre a hazugságra, meg mondjuk meg lehet említeni a South Parkot, az egész estés South Park filmet, ami ugye egy musical, és ugye szeretjük. Tehát azt látjuk, hogy a musical bármennyire is terhelt műfaj, egy South Park, vagy egy Lars von Trier, meg egy Björk, azért ezzel is tud kezdeni valami művészit, vagy valami erőset. Azért van még egy-kettő, tehát ott van még a Padlás, ott van még a Jézus, nem tudom kimondani, ott van még a Jézus Krisztus Szupersztár, ott van még a West Side Story, de mondjuk sokkal többet én sem tudok felsorolni, viszont valamiért dübörög. Tehát, hogy irgalmatlan mennyiségű jegyet vásárolnak ezekre az előadásokra, és futószalagon egyre inkább ilyen fröccsöntött termékek jönnek le a gépezetről. Hát azért, mert ez reflektál a korszellemre. Egyszerűen ezek a slágerek, ezek fülbemászóak. És ezek a slágerek, ezek azok, amikkel még be lehet rugdosni az embereket a színházba. Az emberek nem szeretnek színházba járni. Nem szeretik, hogyha traktálják őket mindenféle csehovok, meg ibzenek a hülyeségeikkel. De legalább slágereket kérnek. Szeretnének fülbemászó slágereket, amiket hazavihetnek magukkal. Szeretnének másfél órát, hogy ne kelljen a sárga csekre gondolni. Ezek lettek Tália Isten a szonyúi vezérlő gondolatai és fogalmai arról, hogy mi a kultúra és hogy hogyan kell az emberekkel bánni. És ezzel nem is lenne nagy gond. De a slágert azért vastag betűvel kellene kiemelni. Amikről most itt beszélgetni fogunk, abból szerintem egy slágert nem tudnak megnevezni. Tehát ha már a zene az, ami központi elem, legalább a zene legyen jó benne. De mindegyiket slágernek szánták. Tehát valójában mindegyiket úgy írták, hogy ez majd sláger legyen, csak hát nem nagyon sikerült tehetség hiány. Néhány fiatal a Petőfi TV-ről leruccan egy nyári fesztiválra, hogy ott nagyszülei büszkeségévé változzon. 10. Sun City, a holnap Tali. Tavaly óta csak böjtöltem, komolyan elenyészek. Lemaradtam a flörtökben, borosak a szívsejtek. Most úgy kell egy közeli vonzópart. Meg egy jó hely, hol ma a buli non-stop tart. Ha nem táncolnék hajnalban, biztos nagy baj van. Ha reggel 8-kor fenn lennék, altas engem még. Rendezzünk egy földrengést.
ezek nem mi vagyunk. Ezek nem mi vagyunk. Ezek a nagyszüleink képzetei rólunk. A nagyszüleink ilyennek képzelik a mi fiatalságunkat. És ugye a musical valójában az ő kultúrájuk. A szüleink és a nagyszüleink kultúrája, nem a miénk. És itt megpróbálják ezt a kultúrát kiexportálni a mi nemzedékünknek. És megpróbálják ránk lőcsölni azt, ami hát nem a miénk. Mi nem leszünk musical rajongók akkor se, hogyha ők megfeszülnek a színpadon, akkor se, hogyha ők eljátszanak minket a színpadon úgy, ahogy minket a szüleink meg a nagyszüleink elképzelnek, hogy mi hogy fesztiválozunk. Ezek nem mi vagyunk. Nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Hogyha körülnézel mondjuk a Boráros téren, vagy a Gosdó udvarban, akkor de. Akkor úgy mászkálnak ott 20 évesek, mint hogyha éppen kirohantak volna kávézni egyet. Tehát azt mondod, hogy a musical az a musical a mai 20 évesek kultúrája? Nem, azt mondom, hogy konkrétan ez a musical, ez arra épít, hogy csinál egy ilyen végtelenített videóklip görgeteget, és akkor át tudják majd érezni a fiatalok, hogy ez mennyire jó, és mekkora buli, csak hát az a baj, hogy a készítők azok megpróbálják azt is elképzelni, hogy például hogyan beszél egy fiatal. És azt gondolják, hogy a fiatal, ez kimerül annyiban, hogy hashtag, meg hogy csapassuk a Halidét. Tehát ez Geszti Péter világa. Ez az igazság. Csapassuk a Halidét, ebből Geszti Péterre és az ő általa gyakorolt nyelvi kulturális megrontásra emlékezünk hát vissza. Hát de felbukkan egyébként ugye Csonka Bandi. Ő az apuka. Mert ő neki mindig ott van a helye ezekben a darabokban. Valahogy ő nem tud kiöregedni ebben az egészből, mert akkor hát csinálnak neki egy új karakter. Csonka Bandit valójában ezeknek a nagyszülőknek öntötték. Tehát, hogy őt valójában a nagyszülők álmodtak egy kis unokát, ebből lett az öntőforma. Ebben Csonka pici Ding-Dong Bandi Andrást, a gyurma embert egyszerűen belerakták, és egyszerűen beleöntötték erre a formára. És ennek megfelelően ő benne a mi nagyszüleink soha semmilyen körülmények között nem fognak csalódni. A zene még csak-csak, a szöveg katasztrófa, az egész környezet borzalom, és hát elfelejtik, hogy nem fogják ők megmondani, hogy mi a menő a fiatalnak, nem lehet megmondani, hogy mi a menő, mert majd azt ő tudja. Talán ha Geszti Pétertől tanulnánk, akkor nem is itt élnénk ebben a világban, hanem a nagyszüleinknek a tudattalanjában. Ott kalandoznánk, ott járnánk fesztiválozni. Hát ezt megúsztuk. Listán 9. helyén megtudjuk, hogy az államszocialista rezsim elleni lázadás első vonala a Rockabilly volt. 9. Made in Hungária. Mindig nem egy játszonnál Cseke László, jó vételt és jó szórakozást kívánok. Sőt, az előtt, a bolzom, a sarkál a villanypózdán. Tudjátok, mit fogtam rajta? Ja, keresi a gombot. Az előbb a bolzom, a sarkál a villanypózdán, bejött rajta. Na mit oda? A luxi, a luxi. A luxi, a luxi. Táncolni kertem, megteremtette a rock'n'rollt. A földön minden tínédzser, Jantivá változott. Hopp! Mondanád így. De rohadt kellemetlen volt ez, úristen. Ja, Istenem, tehát ez az, ami talán egy filmben, ugye ez először film volt, még megmutatható úgy, hogy a dolog az ne legyen ilyen rémületesen kínos. De itt, amikor beláttuk ezt az egész színpadot, és a színpadnak a közepe be volt világítva, és ezek ott ugráltak át egymáson, valami rémesen kellemetlen volt. Ezt a rendező vajon nem érzékeli? Nem. Amikor rendezi? Ezt a színészek nem érzékelik? Hát a nézők viszonylag nehezen is csúszom rá a tartalmi kritikára. Ez a... Rabul ejtett a látvány? Igen, hát igen, a szégyen. Ez a Made in Hungária, ez arról szól, hogy ezek a fiatalok annak idején az államszocialista rezsimben ezzel a rockabillyvel lázadtak. És hogy a rezsim az ezt nagyon rossz szemmel nézte, üldözte, és minden eszközével próbálta ezt ellehetetleníteni és tiltani. Ez gyalázatos hazugság. Emlékszünk arra, hogy mi volt a Hungária. Emlékszünk arra, hogy ki volt Fenyő Miki. Fenyő Miki nem egyenlő Schuster Lóri, ugye?
Igen, mi igen, szükség igen. van arra, hogy ők most utólag átfazonírozzák magukat fekete bárányokká? Nem fekete bárányok, ők a Hungária. De miért kell történelmet hamisítani? Miért kell ezt eladni nekünk úgy, mint egy lázadást a Kádár rendszer ellen, amikor a Kádár rendszer telibe támogatta őket? Nem érdekel senkit. Tehát aki elmegy és megnézi ezt a darabot, az pont nem érdekli, hogy történelemhamisítást lát vagy sem. Azt téged érdekel, de fogadjunk, hogy nem mennél el megnézni minden héten. Értem. Aki oda megy, az tudod, mit akar? Ezt akarja, meg azt, hogy hallja a Fenyő Miki dalokat, amit nem értek, hogy akkor miért nem rakja otthon, miért nem megy fel a netre és hallgatja meg a Best of albumot, mert hogy itt kap egy ilyen nagyon, nagyon béna történetet, kap hozzá olyan dalokat, amik már megvoltak, tehát ezek már ilyen instant dalok, sokkal jobb akkor már az eredeti, és teljesen értelmetlen emiatt kiöltözni, de elmondhatja, hogy volt színházban. Értem, Ági. Tehát ez nem érdekli az embereket, a politika nem érdekli, hogy ez lázadás volt. Akkor miért kellett beleírni? Akkor miért kellett beleírni, hogy ők ezzel lázadtak a Kádár rendszer ellen, ha ez nem érdekli az embereket? Ha tényleg nem érdekli. Én elfogadom, hogy nem érdekli. Akkor miért kell ilyen szemérmetlenül belehazudni a pofánkba, hogyha ez úgy se érdekli az embereket? Tehát még értelme sem volt? Még funkciója sem volt? Csak azért vagizzunk, mi, akiket telibe támogatott a rendszer, mi, akik a rendszer kultúrkormányzatától megkaptunk minden támogatást, mi kiáltsuk ki magunkat rendszerellenes lázadóknak, mert bár úgysem érdekli az embereket, de hát lusták is utána nézni, majd háromból egy ember elhiszi, és akkor az ő szemében Fenyő Miki lesz a Schuster Lóri. Hát lehet, hogy hiányzott neki ez a utólag. Rájött, hát összesen ez hiányzott a portfóliójából, ez a rendszer elleni lázadás. Igen, na jó, világos, csak hogyha kellenek a rendszer elleni lázadás kreditjei, akkor legyen szíves, lázadjon is a rendszer ellen. Tehát ha lázadt a rendszer ellen, akkor járnak a kreditek. De úgy, hogy ő feltünteti magát utólag lázadónak, mínusz lázadás a történelemben, teljes támogatás, majd utólag a hőskultusz. Hát, megcsinálta, sikerült, csak hát megérte. És erről nem is lett diskurzus. Tehát lement a film, azóta zajlik a musical, és erről nem is volt diskurzus. Senki szóvá nem tette. Ez mindenkinek derogál? Nem tűnt fel. Ez a szomorú. A 8. legpusztítóbb magyar musical a 30-as évek filmgyártásának mesterkélt és szirupos világát szódával fröccsé hívítja. 8. Meseautó. Áll a bank, a kezét elszívódott. Áll a bank, most mi van, sztrájk vagy bojkott? Áll a bank, százmilyen meghondódott. Áll a bank, áll a bank. Még ilyen szégyen foltot. Tudni vélem itt művel. Visszatartja két művel. Reggel óta altat már. Mondtál, hogy felhigítja Fröccsé a bort? Ezt mondtad? Hát ezt a szirupos. Nem, mert fog egy baklavát, és akkor a baklavára még ráönt ilyen fél liter juharszirupot, meg még egy három tubus sűrített tejet. Itt ez történik. Szó nincs higításról. Itt ezt kell valahogy lenyelned. Ez a kulturális megrontás, ami itt zajlott, ez ugye a Madách Színházban volt látható. Itt fontos megemlíteni a rossz ízlés két fészkét, ahonnan kirajzik a musical, és onnan diktálják ezt a kulturális inflációt az Operett Színházból és a Madách Színházból. Ja, onnan indul a járvány, csak hát már így elárasztotta az országot. Itt a musical legnagyobb problémája, most már egyre inkább világos számomra az a történetnek a teljes hiánya, vagy így teljes igénytelensége. Tehát olyan mindegy, oda rakunk valamit, mondanak pár mondatot, csinálunk egy slágert, és nem lenne a slágerrel sem baj, sőt, tudod mit? Azzal sem lenne baj, hogyha csak énekelnének. Az még nem lenne a művészetnek az ellensége. Az opera, hát ott beszélnek? Ott van próza? Nem. De hát azért mégiscsak teljesen más fajsúlyú, mint mondjuk egy meseautó. Hát például azért is más fajsúlyú, mert ott végig énekelnek. Tehát nincsen meg az a nagyon súlyos kontraszt, amikor a prózából danolászás lesz. Aztán visszavált prózára. Tehát, hogy ott az egész cselekmény a zeneszerző által megkomponált zenében fel lett oldva. Teljesen. Egyrészt meg más a zenének a minősége. Ugyanis, hogyha most a meseautót elképzelem, és
ettől rémálmaim lesznek, de begonyom a szemem és elképzelem mégis, hogy egyáltalán nincsen menne próza, hanem csak ez az állabank, állabank, meg még hasonló egymás után felfűzve, hát attól még az nem lesz opera szintű, sőt. Listánk 7. helyén a Best of Neoton című hanglemez, cselekményt növeszt és életre kell. 7. Szép nyári nap. És víz között a vezérhajó útra kész. Vigyél el minket arra, hogy senki se jár. Nem férte kell, van már elég tengerész. Vigyél el, és mi nem kivesszük el az irány. Állunk virány, néhány év választ el. A nap majd közel, mindig teremni kell. Tenger felől megtalálunk útját. Mi volt a musical a Mamma Mia előtt, és mi lett a musical a Mamma Mia után? Mamma Mia előtti musical az egy saját cselekménnyel és egy saját zenei világgal rendelkezett, amiből készült egy soundtrack, konkrétan annak a musicalnek a dalaiból készült egy hanglemez, azután, hogy a musical sikeres lett jobbára, ha megbukott kevésbé. Minden esetre a hanglemez, a soundtrack, az a musicalhez tartozott. A Mamma Mia után mindez megváltozott. A Mamma Mia az egy fordulatot hozott, ott volt a komplett Abba életmű, hallatlanul népszerű, meg ott volt az a hallatlanul népszerű műfaj, hogy musical. Adta magát a rossz ötlet, hogy gyártsunk musicalt az Abba életműből. És elkészült a Mamma Mia. Szóval és ez aztán egy sorminta volt mindenkinek, hogy akármelyik Best of-ból musicalt gyártson. Most már van Queen musical, We Will Rock You címmel. Ja. Már minden, már az összes életmű, itt a Neoton életmű az, amiből legyártottuk a musicalt. Ugye valójában arról van szó, hogy ezeket a dalokat, amelyeket a soundtrack, a Best of Neoton tartalmaz, ezeket egymás mellé rakjuk. Világos, csak ehhez minek kell színész, ehhez minek kell színpad, ehhez minek kell ez az egész őrület, megsporolhatnának egy csomó pénzt, minek? A slágerekre írjuk a cselekményt. De ez azt cselekményt? Jelenti, hogy sorba rakjuk, valamilyen módon sorba rakjuk a slágereket, és összekötjük őket cselekménnyel. Tehát ahhoz írjuk a cselekményt. Most melyik sláger jön? Ja, hát akkor most jön a... És akkor ugye itt jön a Santa Maria című sláger, ide most hát valami felfedezés, nincsen valami kaland kéne. Nincsen cselekmény, nincsen kaland, tehát ebben a musicalben kihelyezik ezeket a fiatalokat egy építőtáborba az Isten szerelmére. És az építőtábort ezzel a könnyes nagy nosztalgiával úgy idézzük meg, hogy ott ilyen kis bohókásan énekelgették a Santa Mariát a fiatalok, és minden tök szép volt, és ez egész egy visszasírandó, gyönyörű régi emlék. Hát nem így tudom elképzelni az építőtáborokat. De Csepregi Évának higgyük el, hogy a Kádár rendszer egy nagyon kellemes emlék. Neki ez volt. Valójában az. Ő jól is érezte magát benne. Igen, ő akkor volt abba. De nem is volt rossz. Tehát a Neoton Familiától ne vegyük el azt, hogy ízlés kérdése, hogy kinek jön be ez a fajta zene, vagy nem. Nem, az tény, hogy a Neoton Familia az egy igényes diszkózene volt. Így van, de annak ott van a helye, a Neoton Familia lemezein, meg a Best of Neoton Familia lemezen. Miért hazudunk a Best of Neoton Familia lemeznek történetet? Meg miért kell rosszabb hangú és rosszabb képességű előadókkal előadatni azt, amit egyébként ők már annak idején tök jól megcsináltak? Nem elég, hogy elrontják a tulajdonképpen az egész estét? Nem rontják el. Nem rontják el. De arról van szó, hogy ezeket a slágereket az emberek hallják a rádiókban rendszeresen, ez végigkísérte őket az elmúlt évtizedeken, ezeknek a slágereknek a dallama mind ott van a fejükben, és amikor beülnek a színházba, akkor ott ők meglátják ezeket a színészeket, növendékeket, ahogy így előadják magukat, és jön a sláger, és az elvarázsolja őket. De magát a slágert elrontják ezzel az előadással. Értem, annyira nem rontják el, hogy azt a néző észrevegye. Oké, rendben, az élmény, az a nézőt is minősíti, hogyha nem tud különbséget tenni. Színház és musical között, igen, sem, hiszen ezért ült be. A között, hogy X énekli el a dalt, vagy Y, tehát azért legalább ennyi jusson már az előadónak is, hogy van némi szerepe a minőségben. A következő 50 évben a teljes emberi kultúra best of-ja elkészül,
és ezekből musical lesz. Ami ezekre a best of-okra nem fért fel, az marad a 20. században. Arra nincsen szükségünk. Ami a best of-ra, az nem ütötte meg a mércét. Ami a best of-ra fölkerül, azt megcsináljuk musicalnek, és azt visszük magunkkal, mint kulturális útravalót a 20. századból. Annyi elég is lesz. Listánk 6. helyén a Gágy György által celebrált kulturális megrontás a musical üzletágban is bejelentkezik a Jussáért. És hozza magával Ancit, Károlyt, Ricsit, Misit, Ádámot, Krisztát, nagymamát, nagypapát, Lajost, Hajnalkát, meg a Vilit, aki még mindig nagyon hülye. 6. Família Kft. Anci! Anika! Ágica! Kicsoda! Még nem tudtok semmit megtalálni nélkülem. Hol van Anika? Nincs meg Kicsoda! Hol van, hogy megyél, meg tudd meg érdeket, de veszel is meg! Miért kell mindig mindenért váljon az én fejem? Ez annyira rettenetes, hogy de ráadásul ez a címadó dal, ez az Eddig vagyok című darabnak a címadó dala, ami véletlenül a legjobb, tehát ez a legjobb dal. Az milyen? Akkor milyen a többi? A Família Kft. Az egy lázadás volt. Csak azt nem sikerült soha kideríteni, hogy mi ellen. Ezért nézek ilyen vagy kérdő. Miért. Hogy ez így nem derült ki soha, de egy ilyen folyamatos hisztéria semmi fölött. Mondjuk az egyik epizódban a nagypapi lóversenyre jár. És akkor e fölött az egész család hisztériázik. A következőben Ádám érettségizik. És akkor megint az egész család hisztériázik. És minden epizódban valamelyik családtag kitalál valamit, ami fölött nem kéne hisztériázni, de mindenki veri magát a földhöz, és ez az epizód. És nem is értem, hogy miért zenésítették meg, tehát azt, ami eleve rossz, ami esélytelen, akkor azt gondolták, hogy majd hát, ha ettől jobb lesz, vagy mi volt a cél? Miért kellett ezt színpadra vinni? De amit itt hallottunk, ez nem ez volt? Ez a részlet? Ez a funkciótlan hiszti a semmi fölött? Dehogy nem. Tehát hát a hiszti az egy visszatérő dolog. Hát ha megnézem most egy ilyen kamu realityt, amikből millió van, és amatőr színészekkel játszatják el, akkor az összes ilyennek a bázisa, az eszenciája, az nem más, mint a hiszti. Akármikor kapcsolod be, akármelyik ilyet, biztos lehetsz benne, hogy 50 másodpercen belül valaki valakivel elkezd ordítani. Semmi más a konfliktus lehetőséget nem takar, vagy nem tartalmaz ez a szint már. Szeretnénk egy szomszédok musicalt nagyon. Is. De Lenke néni sírna egyet egy ilyen nagyon lírai dalban, de abban benne lenne minden. Már csak ez hiányzik. Az az igazság, hogy már csak ez hiányzik. És készül a szomszédok musical. Tehát ezt sem fogjuk megúszni. Na ez lesz rendkívül érdekes, hogy a kádárista kisembernek az önsajnáltatása megzenésítve az milyen lesz. Én már nagyon várom. Az 5 legpusztítóbb magyar musical ismertetésével hamarosan folytatódik a Sznobjektív. A Sznobjektív folytatódik az 5 legpusztítóbb magyar musical ismertetésével. Koltai Gábor 1985-ben nem tudott történelmi korszakot választani filmjének tárgyául. A magyarság teljes történelme kell. Itt és most a komplett 4 éves anyagot átvesszük. Ha belehalunk, akkor is. 5. Itt élned, halnod kell. Tomori büszke vezér, miért hagytad el, érseki széked, nem halt volna hazánk. Tízebb virág a veled, mennyi nemes bajnak, méltó sok századot élni, fénytelen itt szunnyad, s kő sem mutatja helyét.
valamiért azt gondolom, hogy Koltai Gábor félreértette a István a király sikerét. Az nem őtőle volt sikeres, hanem a Szörényitől, meg a Bródytól. Szörényi és Bródy nélkül ugyanez a nagy kiállítású, nagy történelmi eposz, ez nyomorúságos vergődés. Igen, de annyira beakadt neki, hogy szegény, egyre inkább azt látom, hogy ő jártában keltében, hogyha meglát valami nagy szabad teret, akkor azonnal így elkezd vizionálni oda valami történelmi hatalmas csinnadratát, és akkor így megszületnek ezek, például, mint amit most láthattunk részletet, vagy készül ugye a Trianon, ami majd Trianon rock opera. Trianon rock opera, és mindegyikben Koltai a bűnös. Tehát nem tudok másra gondolni, mint hogy neki van valami ilyen fétise, vagy van valami látnokinak vélt képessége, ami nem annyira jön be, tehát lehet, hogy rögeszmésen az István a király sikeréig ő nem fog megnyugodni, lehet, hogy meg kéne kérni a Szörényieket, hogy írjanak már neki még valami hasonló a jót, és akkor abba hagyja ezt az egészet, amit most itt próbálkozik. De azt látjuk, hogy vannak olyan musical kedvelő nézők, akik igenis fogékonyak erre a történelmi tartalomra. Hát hogy ne? Igen. De igen, itt nem mert, ez volt a cél. De hogy valójában őket akarta megszólítani ezzel, csak ugye melyik történelmi korszak olyan fontos, mint a Koppány és István vetélkedése, és ugye az István a király cselekménye. Hát próbálkozik így. Van ilyen fontos történelmi korszak? Az egész magyar történelem ilyen fontos. Hát akkor jöjjön ez. Hogy lehetne kiemelni bármit? Igen. Amiből nem készül musical, azt elfelejtjük. Most akkor már így kell áttekintenünk a történelmet. Mm. Sikerült a magyar történelmet emlékezetessé tenni, mert a teljes magyar történelmet feldolgoztuk egy musical formájában, tehát ez most már biztosan a miénk. Ez már a zsákban van. Kipipálva a magyar igen, történelmet. Igen, igen. Fog kell lenni egy holokauszt musical, még, ugye? Óhatatlanul, különben elfelejtjük. Hát azért elég fontos történelmi esemény, hogy emlékezzünk rá. Hát akkor kelleni fog egy musical, akárhogy is. Nyilván. Listánk negyedik helyén a nemzeti együttműködés rendszerének kulturális elitje egy kedves kis történetet mesél el nekünk egy olyan Magyarországról, ahová nyugatról hazajönnek a fiatalok, hogy vállalkozzanak, és ahonnan a vén emberek nyugatra vándorolnak. Negyedik. Papa Pia. Az előző musical, rock musical, az Itt élned, halnod kell, az volt a nemzeti együttműködés rendszerének identitás hazugsága. Azt hazudja magáról a nemzeti együttműködés rendszere, hogy az ő. Ez a Papa Pia a nemzeti együttműködés rendszerének az identitása. Ezek ők. Ezek valóban ők. Ez nem a hazugságuk magukról. Itt ők önfeledten őszintén önmaguk. Én billegek, tehát vagy az az érzésem van, hogy ez egy atombomba a jó ízlés ellen, hogy ez egy ilyen megzenésített, szeszélyes évszakok, vagy valami nagyon rossz időket idéző gázölgyi sónak a táncdalosított verziója, vagy a másik lehetőség, hogy ez már annyira gagyi, hogy tulajdonképpen ez lehet művészet. Lehet, hogy ezt ebből a szempontból kéne vizsgálni, és lehet, hogy mi végig teljesen rosszul néztük. Mert minket kell lecserélni ehhez, hogy ez művészet legyen. Ez a folyamat már zajlik. Az agycsere? Nem, hát a közönséget kell lecserélni. Tehát, hogyha ha azt a modern nézőpontot, ahonnan mi ezt az egészet vizsgáljuk, lecseréled egy posztmodern nézőpontra, és már semmi más dolgod nincsen ezzel a musicallel, mint megvizsgálni, hogy hányan látták az első hétvégén. Hogyha ez alapján ítéljük meg, ez a posztmodern nézőpont.
Hányan látták az első hétvégén? Rekordokat döntött. Persze. Már készül a második rész. Papapia 2. És semmi értelme nincsen, mert nem fognak visszamenni megnézni az emberek. Akkor lenne ez egy értékes dolog, hogyha nem csak a hazugság reklámmal be lehetett volna csalogatni sok-sok embert, hogy ez most aztán tényleg most visszanyeri a magyar film a renoméját. De nem, ez az eszenciája annak, hogy miért nem. Élvezték ezt, nem, szerették ezt. Én nem akarom elhinni. Ja, hát nem akarod elhinni, mert inkább élsz egy olyan országban, aminek romlott a kulturális elitje, mint aminek romlottak a tömegei. Ugye? Jobban szeretnék. A társadalma. Jobban ugye? Szeretnék, igen. Hát igen, csak sajnos ezek egymáshoz rontják egymást. Kölcsönösen. Nem igaz, hogy pusztán a kulturális elit rontja önmagához a tömegeket. A tömegek is a maguk ízléséhez rántják le a kulturális elitet. Az igazság, hogy ez a musical világ, ez Keró világa. Ez az a világ, ahol előkerül a válfa időről időre, és ahol beindul az erhangszó. Ez az a világ. Ettől még én továbbra is azt mondom, hogy lehetne jó, hogy ha nem jutottunk valahol oda, például a Papapiával, meg akadt még itt egy-kettő, nézd meg a meseautót, amiről megint csak már volt szó, hogy egyszerűen semmibe veszi a saját közönségét, hogy hülyének nézi a nézőit, hogy nem becsüli annyira sem, hogy valami minimális színvonalat adjon neki. Érted? Ez a baj. A harmadik legpusztítóbb magyar musical legalább olyan abszurd, mint az intézmény, ahol nyilvánosságot kap. Hogy kerül a ló a színházba? Harmadik. Jimmy a király legenda. Egy új musical születik. 2018. február 3-án. Életre kel egy legenda. Annyi időt nekem. Úgy. Új, szólj, hogy még várjon. Ahogy eddig még nem láttuk. Add vissza nekem. Újra a színpadra lép. Őkkel még látni akarom. A Stefánia palotában. Még nem csúsztam el. A régi legenda. Jimmy, még élni akarok. A musical. Pintér Tibor igen biztos kézzel nyúlt a Zambó Jimmy életműhöz. Zambó Jimmy olyan közel került a magyar nép lelkéhez, mint Habony Árpád előtt senki. Amikor Pintér Tibor ezt a Zambó Jimmy életművet beintegrálja a saját színházi repertoáriába, gyakorlatilag külső sávon előzi Zambó Krisztiánt. Ugye eddig a Zambó Jimmy örökségért zajló örökösödési háborúban Zambó Krisztián volt a pole pozícióban, na hát ez csak eddig volt így. Mert jött Pintér Tibor, és a lovaival egyszerűen lenyúlta ezt az örökséget. Sőt, ló nélkül nyúlta le az örökséget, mert képzeld el lovakkal mire ment volna. Hát ez az, de egyébként a Jimmy-t lehet szeretni, meg nem szeretni. Én tippelhetsz, hogy kik közé tartozom, és hogy hány darab Jimmy felvétel van a tracklistemen, és nem fogsz mellélőni, hogyha tippelsz. Bár a szomszédém nagyon szerették gyerekkoromban, tehát a kelleténél sokkal több dalát ismerem Jimmynek. De lényeg az, hogy ő legalább, tehát ő tudott énekelni. Pintér Tibor nem énekel sehogy. Rosszul se, jól se. Tehát az egészből az maradt, hogy vannak ezek a rettenetes Zambó Jimmy dalok, amik most már még csak nem is jól elénekelt dalok. Egy ilyen hebrencs őrületként a színpadon. Ráadásul ugye van ez a vita, hogy most akkor használhatja vagy nem használhatja ezeket a dalokat, és most a legfrissebb információk szerint ki is került két ilyen egészen ominózus Jimmy dal, tehát nem tudom mihez fog kezdeni nélkül, de biztos, hogy menni fognak és nézni fogják, és venni fogják a jegyet, és a Jimmy rajongók majd újra átélik azt, hogy a király ér, íme a bizonyíték, egy kis herceg képében. Miért nem tudja jól földolgozni ezt a Jimmy életművet? Ugye a Jimmynek a lelke az teljesen egyértelműen ebből a mézeskalács szívből volt. Ugye? Neki ez a mézeskalács szíve volt Zambó Jimmynek, ott volt benne a kis ablak, szét lehetett hajtani, ott volt benne az a kis tükör, amiben belenéztünk, és megláttuk önmagunkat.
Te megláttad önmagad Jimmyben? Minden úristen. Magyar ember meglátta önmagát. Én nem. Abban a kis tükörben, akkor nem vagy magyar. Hát akkor találjál magadnak valamilyen nemzeti identitást, akkor nem vagy magyar. Abban így megláttuk magunkat. Miért nem tudja ugyanezt a Pintér Tibor szolgáltatni a magyar nézőknek? Azért, mert arról beszélsz, például Jimmy kapcsán, hogy kis szívecske feltételez az némi lelket. A Pintér Tibornak nincs szerintem ilyenje neki, hogyha van lelke, az biztos, hogy proteinből van. A második helyen a Molotov koktélba szívó szál meg napernyő kerül. És 56 csepp vér. Második. 56 csepp vér. Nézd, legurul egy csillag, lobban a fénye, látod valaki egy angyalt küldött érte. Legalább ne kiabálj! Ide gyere angyal, csillag, ide húj le, szép szemeibe mától fénynek húj be. Hogy képzelték ezt, hogy 56 csepp vér? Ez a stilizált sziruposság azért a musical berkekben sok mindennel kapcsolatban meg van engedve. 56-os forradalomnak a vérbefolytásával kapcsolatban azért ne szabadjon már ehhez nyúlni. Még hogyha a musicaleknek ez ilyen nagyon jó marketing eszköze is. Különösen azért jó, mert fogták és összegyúrták a Róma és Júlia történettel. Mert hát hogyan lehetne vajon mégis megértetni az emberekkel, hogy 56-nak mi a drámája? Hát úgy, hogy legyen benne Rómeó meg Júlia, mert akkor az majd könnyebben csúszik. Hiszen hát ott is konfliktus volt, nem? Ott se lehetett volna együtt a két szerelmes, itt is megoldjuk így, és akkor ez egy szép párhuzam. Igen ám, de nem osztható párhuzamba. Hiszen a Rómeó és Júlia, hogyha az eredeti darabot nézzük, akkor az egésznek a tragédiája éppen az, hogy a két család közötti viszály, az már annyira a távolba nyúlik, már annyira nem is emlékszik az eredetire senki, hogy ennek az értelmetlensége okozza a halált, és ennek az értelmetlenségétől válik igazán borzalommá, és fölöslegesé, és hiába valóvá a szerelmi drámának a végkifejlete. Ehhez képest az, hogy 56-ban két fél áll egymással szemben, az minimum konkrét, hagyjuk ezt az összehasonlítást, nagyon nem kellett volna. Hát igen, ugye arról van szó, hogy se a Montagúk nem jók, se a Capulettek nem rosszak, se a Capulettek nem jók, se a Montagúk nem rosszak. Ugye ezt azért az ávóról, meg a forradalmárokról ugyanígy nem tudjuk elmondani komoly képpel, ugye? De mégiscsak arról van itt szó, hogy itt van az ávós Montagú, meg a forradalmár Capulett, ugye? Ez sántít ez a párhuzam. Meg hát miért is kell nekünk annyira ez a love story ahhoz, hogy elmeséljünk egy történetet 56-ról? Tehát itt megint ugyanaz történik, mint a Szabadság szerelem című filmmel. Hogy ahhoz, hogy elmeséljünk egy történetet 56-ról, ahhoz bele kell írnunk egy love story-t, mert különben nem fogják végignézni az emberek, nem érdekli az embereket, mint a Titanic. Hogy kit érdekel, hogy elsüllyed a nagy hajó? Meséljenek el nekünk közben egy love story-t, és a végén jó, süllyedjen el a nagy hajó, azt végignézzük. Hogyha az lesz az izgalmas tétje a dolognak, miközben süllyed a hajó, hogy a szerelmesek együtt tudnak-e maradni? Bejutnak-e a mentőcsónakba? Vagy mondjuk elsüllyednek a jégtáblák közé? Ugye? Tehát valójában arról van szó, hogy ami mögé love story-t tudunk hazudni, az a történet érdemes arra, hogy odafigyeljenek rá a nézők. Ami mögé nem hazudunk, azt is bemutatjuk, csak majd három előadás után le kell venni a színről, mert senki nem ül be rá. Meg nem kell ehhez a dráma. Hát az ember elmegy egy jó kis musicalre, kell neki ide a dráma, meg hogy izguljon, meg hogy mélységeket éljen át. Ugyan már, hát azt meg tudja élni otthon, nem? Hát, vagy akkor elmenne megnézni egy Csehov darabot. Nem. Ő bemegy a musicalre, és azt szeretné, hogy ott legyen minden habos, legyen minden rózsaszín, és táncoljanak. A legpusztítóbb magyar musical alkotói ékesen bizonyítják, hogyha egy kulturális ikon meggyalázásáról van szó, nem ismernek tréfát. Első. Én József Attila. Vagy nagyon szeres, vagy küldj el! Nem is azt kívánom, hogy határozz, hanem hogy nagyon szeres. Rejtelnek
ha zengenek, őrt állok, mint mesékben. Bebújtattál engemet, talpig nehéz hűségben. Mivel szolgált rá erre a költő? Mit ártott, kinek ártott József Attila, hogy ezt érdemelte? Ezen sírni lehet. És nem azért, a rossz értelemben. Hogyne. Nem azért, mert az ő élete olyan volt, amilyen, és annyira megérintett minket a darabon keresztül. Nem, honnan vették a bátorságot maguknak ahhoz, hogy egyáltalán József Attilához hozzányúljanak, ha csak nem azért, mert esetleg úgy gondolták, hogy hát József Attila elrontotta. József Attila ugye eleve elrontotta, mert senki nem szólt neki, hogy Attila, hát hagyd a fenébe ezt a vers dolgot, hát lehetne írni mondjuk operett szöveget, vagy musical szöveget, és akkor ugye már is mennyivel boldogabb ember lett volna. Lehet minden itt siklott ki, hogy ez a kisiklás ez ütre, ráadásul nem szándékosan mondtam ilyen félreérthetően, vagy kétértelműen, de még ide is passzol. De hát, ha már hozzányúlnak, akkor legalább vitték volna olyan színházba, olyan színészekhez, akik például el tudnak mondani közvetlesen, tisztességesen egy verset. De miért kéne elmondani egy verset, amikor itt énekelni kell? Mert verset is mondanak a darabban. Tehát nem merül ki abban, hogy egy 4 akkordból álló zeneileg is silány dalt írnak, hanem ez a... Nem, a musical a baj. Itt a musical a baj. Na, a színvonal. A musical nem vesz fel drámát. Vagy a legritkább elvétve, és a legritkább esetben is mondjuk úgy, hogy fél évszázadonként egyszer vesz fel drámát. Hát nagyon nem. Szóval arról van szó, hogy a borderline személyiség zavaros költőnek, meg a terapeutájának a kapcsolatát próbáld meg musical formájában feldolgozni. Ez nem fog menni. Ez nem fog sikerülni, mert az olaj nem keveredik a vízzel. Ezt a kettőt nem fogod tudni találkoztatni egymással, semmilyen módon. A probléma az, hogy aki megzenésíti és musical színpadra állítja József Attilának a sorsát, az arról tanúskodik, hogy nem értette meg egyetlen versét sem, nem tanult belőle semmit, nincs kapcsolata a kultúrával, nincs kapcsolata a József Attila életművel. Semmivel, hát egyáltalán nem hogy a József Attila életművel, a kultúrával, a műveltséggel semmivel nincsen kapcsolata, ami értéket képviselne. Felháborító az, hogy egyáltalán ez valakinek az eszébe jutott. Olyan mennyiségű rúgást kapott csak ebben az egy epizódban a musical kapcsán a szerencsétlen költő, hogy nincsen rajta már épp felület. Azt hittük, hogy József Attila sorsának a tragikumát már nem lehet súlyosbítani. Aztán elkészült a József Attila musical, ami gyakorlatilag egy hullarablás. Hát olyannyira, hogy egy teljesen keretes szerkezetet ad tulajdonképpen József Attilának. Azzal indult az élete, mondhatjuk, hogy a nevelőszülők elvették a keresztnevét, lett belőle Pista. Most pedig, miután már rég meghalt, már rég csak a verseire kéne emlékeznünk, elvették még a méltóságát is, meg a versének az értékét is. Nem maradt már belőle semmi. Nem tudom, hova lehetne még ezt fokozni. A posztmodern kor kulturális megoldóképlete adott. Amelyik történetből musicalt írunk, az jöhet velünk a 21. századba. A többi nem érdemes arra, hogy elmeséljük. Várjuk a World Trade Center musicalt, a Gulag című musicalt, az Örmény Holocaust musicalt, az ISIS musicalt és az eldobott szendvicsről szóló migráns musicalt. A jogdíjakat várjuk a televízióba. Köszönöm kolléganőm Csizi Ágnes megtisztelő jelenlétét. Jövő héten is lesz Snobjektív, addig se feledjék, hogy zene nélkül Miki Egér. Förtelemben eltöltekezett jó éjszakát kívánok!